Krisztusnak az örökölő papnak ünnepe van. És ha figyeltünk a Szent Mise könyörgésében, így kértük, és így helyeztük magunkat is ennek a nagy isteni ajándéknak, valóságnak az erőterébe. Jézus az örök főpap ünnepét ünnepli a keresztény egyház. Ennek alkalmából tartottak szentmisét Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. A pünkösdöt követő első csütörtökön Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünneplik a keresztény hívők. A szentmisét Bosák Nándor, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke mutatta be. Jézus Krisztus az egész világ üdvösségéért mutatta be, hogy így mondjam, az életének az áldozatát, amely állt a tanításából, állt a szenvedéséből és állt a föltámadásából. Ezt a alapvető gondolatot hordozza és fejezi ki ez az ünnep. Most időben is megünnepeltük karácsonyt, megünnepeltük húsvétot, megünnepeltük pünköskor a Szentlélek összkiáradását, és most utána az első ilyen Jézusra utaló ünnep, ez az ő szolgálatának és a világért hozott megváltói teljesítményének a kifejezése és ünneplése. A hívek is köszöntötték a gyémánt Misi és Bosák Nándor püspökatyát, aki két jubileumot is ezekben a napokban ünnepel. 60 évvel ezelőtt áldozó pappá, 30 évvel ezelőtt pedig püspökké szentelték. Ő volt az újonnan létrehozott Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye első püspöke, így az ő feladatai közé tartozott annak megszervezése, az épületek biztosítása és az egyház kormányzat kialakítása. 60 év alatt nagyon sok minden történt. Tehát nem is az, hogy mi történt, hanem az ember 60 évvel ezelőtt részesedett a papság kegyelmében, és azóta úgy telik az életem, hogy ebben élek. Engem ez mozgat, ez irányít, ehhez igazítom, és igazítani kell az életemet. Ebből a 60 évből 30 évet áldozópapként, 30 évet pedig már most püspökként töltöttem el. A Szent Misén az Egyház megye ezüst misés áldozó papjait is köszöntötték, Pankotai Józsefet, Tamaskovics Lászlót és Tóth Lászlót, Nyiradony, Nyíregyháza kertváros és Debrecen megtestesülés plébánia plébánosait 25 éve szentelték áldozó pappá.